Tudod, hogyan ússzák meg a pedofilok a börtönt Magyarországon? Most pár perc alatt bemutatjuk neked a magyar állam legsötétebb titkát egy megtörtént eseten keresztül. Ő itt V. János, a Bicskei Gyermekotthon pedofil igazgatója, aki gyerekeket erőszakolt meg. Ő pedig K. Endre, aki V. János helyettese volt. Ő vette rá fenyegetésekkel, zsarolással a megerőszakolt gyermekeket, hogy hamisan tanúskodjanak, és védjék meg János bácsit. Azonban a Bicskei Gyermekotthon két nevelője 2011-ben jelentést tett a fideszes főpolgármester Tarlós István hivatalában a gyermekek szexuális bántalmazásáról. A jelentés azon a főosztályon landolt, amit akkor Pölöskei Gábor névezetett. Ő azonban nem függesztette fel a pedofil igazgatót, de vajon miért? Pölöskeiné ugyanis Áder János akkori köztársasági elnök húga. Áder János pedig Orbán Viktor egyik legrégebbi alárendeltje, aki bármilyen törvényt aláírt a miniszterelnök parancsára. Tehát Áderen keresztül Orbánnak tudnia kellett a bicskei esetekről. Mégsem történt semmi 5 éven keresztül. A rendőrségi nyomozás gyorsan vakvágányra futott, V. János pedig tovább erőszakolhatta a gyerekeket. Sőt, Áder János még ki is tüntette a pedofil igazgatót magyar bronz érdemkereszttel. A kitüntetés előterjesztője és ellenjegyzője is Orbán Viktor volt, aki már 5 éve tudta, hogy V. János mit művel a gyerekekkel. Ebben az időben V. János helyettese K. Endre is összefonódott az Orbán családdal. K. Endre összebarátkozott Orbán Viktor öccsével, ifjabb Orbán Győzővel, akinek egyesülete birkózó meccseket szervezett a bicskei gyerekeknek, akiket ebben az időben János bácsi terrorizált. Sőt, a bíróságon az Orbán család céges ügyvédje védte K. Endrét. Most ugorjunk előre 5 évet. Talán sosem derül fény az igazságra, ha nem vett véget az életének János bácsi egyik áldozata. Miután Orbán ellenjegyzésével 2016-ban Áder kitüntette a pedofil igazgatót. Ezután tett feljelentést az igazgató másik áldozata. Az RTL Klub riportja pedig végre feltárta az igazságot a pedofil igazgatóról és helyetteséről. V. Jánost és K. Endrét letartóztatták, majd a bíróság börtönre ítélte őket. Az orbáni pedofil hálózat azonban nem engedte el a kezüket. K. Endre jó viszonyban volt a református egyház vezetőivel, köztük Balogh Zoltán püspökkel, akik 2012 és 2018 között Orbán Viktor minisztere volt, sőt, Balogh Zoltán felelt a magyar állami gyermekotthonokért, így az ombudsman pedig már 2012-ben beszélt neki arról, hogy V. János pedofil. Balogh úgy döntött, hogy kiszabadítja a börtönből K. Endrét. Ezt csak egyféleképpen intézhette el. Orbán Viktor áldását kérte, hiszen ha valaki el tudta intézni egy pedofil kitüntetését, az a kegyelmét is el tudja. Orbán nem is tétlenkedett, utasította Áder János utódját, Novák Katalin köztársasági elnököt és az igazságügyi minisztert Varga Juditot, hogy írják alá a kegyelmi kérvényt. Így menekült meg a börtöntől K. Endre, akinek a szülőfalujába Novák Katalin még azon a nyáron el is látogatott. Íme az orbáni pedofil hálózat. Pedofilok és bűntársaik, pedofilmentegető politikusok és rokonaik, ügyvédek, önkormányzati hivatalnokok, püspökök, miniszterek és köztársasági elnökök. Aki pedofilokat menteget és eltusolja a bűneiket, az előre léphet a pedofil hálózat ranglétráján. Így lett Áder János húgából, a főosztályvezetőből, Balogh Zoltán államtitkára. Orbán Viktor kinevezte. És így lett Balogh Zoltán államtitkárából, Novák Katalinból köztársasági elnök, Orbán Viktor utasítására megválasztotta a Fidesz. A pókháló közepén Orbán Viktor ül. Ő mozgat minden szálat. Ő hozzávezet minden szál. Vele együtt kell kitakarítanunk az orbáni pedofil hálózatot Magyarországról, hogy megvédjük a gyermekeinket.